Ez az egyetlen egy plébánia létezett még, ez a felső és vízivárosi plébánia. Váci Márk történész Székesfehérvár egyik legrégebbi temetőjét, a Csutara temetőt és érdekességeit mutatta be a látogatóknak. Kevesen tudják például, hogy a temető hivatalos neve Feltámadás temető. Közeledik a Minden Szentek Halottak napja így októberben. Igazából 2 alkalmat terveztünk, és reméljük, hogy az időjárás ezt nem is fogja megakadályozni. A Csutara temetőben vagyunk, ami ugye Feltámadás temető hivatalos nevén, gyönyörű temetőkápolnájával, ami az 1860-as évek elején épült. Maga a temető az 1780-as évek eleje óta létezik, tehát 80 éve működött már, amikor a kápolna elkészült, és azóta is egyébként mind a felső, mind a víziváros lakossága temetkezik ide. Váci Márk elmondta, a Feltámadás temető felvett, Csutora nevéről több szóbeszéd is szól, de valószínűleg azért hívják így, mert miután benépesedett ez a környék, főként mesteremberek éltek és dolgoztak itt, így csutora készítők is. A séta első állomása a jellegzetes kápolna volt. Az 1862-ben felszentelt épület tervezőjének kilétéről biztosat nem lehet tudni, azonban valószínűsíthető, hogy a borivár tervezőjének Ybl Miklósnak a keze munkája, hiszen az épülettől alig pár méterre neves plébánosok körében található édesapja, idősebb Ybl Miklós sírja. De természetesen más a város történetében fontos személy nyughelye is megtalálható ebben a temetőben. Említhetném például Havranek József egykori városkapitány, későbbi polgármestert, aki 30 évig élt a város, állt a város élén, vagy Manc Jánost, az óvoda alapítót, a vízivárosi óvoda alapítóját, Ybl Miklós kereskedőt, az építész édesapját, vagy Héj Erzsébet óvónőt, aki pont abban a Manc János által alapított óvodában volt vezető 20 éven keresztül, amit már az előbb is említettem, építészeket, kereskedőket, iparosokat tudunk még itt felsorolni. A Csutara temető a város második legnagyobb temetője, így a vezetett sétát ketté bontották. A második alkalommal a temető jobb oldalát járják majd be az érdeklődők október 19-én 15 órakor.